no sunshine when she's gone. Jenci, tiszta flúrton vagy is. Istenem. Nekem kell úgymond árusítani. Úgyhogy ha tudtok abban segíteni, hogy néhány telefont eldobtok ide-oda, amúgy egyébként a gyülekezetből mindig kell jó telefon, nem? Évike, figyelj már, hol van a hajam? Mi? Hol van a hajam? Hát én honnan tudjam, drágám? Biztos van valami hátsó szándéka. Nem gondoltál erre? Nem tudom, de sohás köszönöm, már nem tudom, hogy merre vagyok arccal. A hajamat keresem a lakásba. Ilyen nincs. Így bézbe. Jó, nézzük meg, Évike. Sürgősen keressük meg, mert nagyon nagy gáz van most. Most már tudom és érzem, hogy az álmaimat lassan elérem. Küzdeni fogok, amíg dobog a szívem. Én nem szégyellem, hogy ilyen a vérem. Csak a tesókat nehogy elveszítsem. Te figyelj már, tudod, múltkor ott voltam azzal a sráccal. Kiderült, hogy az ki az? De hogy derült? Mi szerinted beszélek vele? Nem, semmi. Ki lehet? Azok után, hogy ő úgy beszélt velem, ahogy itt, amikor találkoztam vele a Mátyás téren, felejtsd el. Nem tudom, ki volt, de hát nem nézett ki jól. De hát azt te is láttad, hogy valami, ki tudja, ki volt az a csávó. Hát elég fura. Meg pénzváltóba, minek megyünk be? Hát ezt izéltem én is. A pénzváltóba akkor mész be, hát, hogyha van euród, euró, mit tudom én, és akkor mi lett volna nál euró? Nem tudom, de szerintem meg kéne vele beszélned ezt. Beszéli a izé. Na most jó barátok voltatok ti, nem? Na, és ennek ellenére, hogy jó barátok voltunk, meg így testvérem, úgy testvérem, úgy beszélt velem, hogy borzasztó. Hát, holott én csak segíteni akartam neki, és jóból mondtam. És itt olyat művelt le velem, hogy nem is gondoltam volna, hogy egyébként üljen és ilyeneket is tud mondani a másiknak. Hát azért szerintem meg kéne próbálnod beszélni, mindenkinek jár egy esély. Én nem próbálom meg, majd tudod, mi lesz testvérem. Most elmondom neked körülbelül, én pár hetet adok ennek az egésznek, és majd ő fog megkeresni és bocsánatot kérni. Behoztam a kocsiba a telefonokat. Tényleg milyen volt a múltkor? Rendben volt az autó? Jó volt az autó, de soha. De figyelj! Igazából nem akarok most végigmenni a részleteken. Itt van kettő darab vadonatúj, ezek új telefonok. Ezek meg használtak. Oké? Okay? Néhány darab. Ezt nem hiszem el. Oké? Okay? Figyelj, itt van 4 darab, ez 6 darab telefon. Amikor valamelyik kell valakinek, akkor írt, hogy melyik típus beszélünk volt. Ezek új telefonok, ezek újak. Ezekből egy keveset elkérek majd, jó? De igazából nekem nem célom az, hogy én ebből sok pénzt nyerjek. A minimum, ami az készülék ára, azt visszaadom nekik, többi a tiéd. Oké? Okay? Bizniszelj, csináld. Érted? Ennél sokkal több minden van, de ezzel most meglátjuk. Meglátjuk ezzel, hogy tényleg mennyire gondolod komolyan. De őszintén kiállják a körülútra, hogy gondolod? Hogy gondolod? Figyelj, nézd, járjál nyitott szemmel, lásd meg, ha az embernek kell, és add neki oda, és tedd a kezébe, és mondd, hogy ez neked kell. Csinálj belőle pénzt. Nézzük meg, hogy mennyire akarsz Amerikába menni. Jó, tehát megpróbálom. Jó? Komolyan. Nekem nem lényeg ebből, hogy mennyi pénzt szerző. Az a lényeg, hogy neked legyen belőle. Jó, hát ez oké? Jó? Jó? Figyelj, ez a kezdet. Megnézzük. Jó, nekem is kell tudni, hogy te akarsz tenni valamit, jó? Jó, hát ez muszáj vagyok menni, jó? Csókolom, barátom. Vigyázz magadra, oké? Ciao, ciao. Ciao. És itt vagyok a telók. Na, tesóm, milyen telók? Mutasd csak. Ha van új, meg használt. Új, meg használt, aha. Szerinted nincs ebben valami humbuk? Oh, ez más. Tömény ez a telefon? Én nem tudom, tesó. Hát, 500.000 forint. Hát most tesó. Mennyi kell, hogy kiköltözi ezt, és el akarod adni? Hát muszáj. Csak veszed, hogy nem lopott? Hát most mi bajom lehet belőle lopott? Hát tesóm azt, hogy majd utána kitől... Jó, nem baj, tesó, eladom őket, az kész. Jó. Jó. Biztos átgondoltad? Aha. Mennyi? Látom, nem tudlak megállítani.
Sziasztok! Na, szia, apa! Sziasztok! Na, Mizu! Szia, drága! Semmi különös. Na. Mi történt? Olyan idegesnek látszol, kicsim. Anyu, ne is mondd! Mi történt már megint? Évike kimosta a hajamat a mosógépben. Mi csinált? Ne csináld már! Kimosta a hajadat? Kimosta a hajadat? Atya úristen! Kimosta a mosógépbe a hajamat. Ezt hogy csinálta, hogy kimosta a hajadat? Hát úgy volt, kérlek szépen, hogy kegyetlen. Jézus Isten! Ragasztottam föl, mert tudjátok, mindig állandóan fertőtleníteni kell a bőr, stb. És én mindig vagy a kátszélére teszem a hajam, vagy a mosógépre. Pedig ezt a múltkor én már akartam neked mondani, mert láttam, kegyetlen, hogy ne tedd oda, mert ő eltűnkelhető, hogy... És akkor kérlek szépen, ugye a ruhával együtt beleesett a mosógépbe, de nem az a nagy dolog, mert keressük a hajamat, keresem a hajamat, hogy hol... Szegény kisfiúnak mondta, hogy lehet, hogy ő játszott vele, vagy eltette, mondja azt, hogy apa nem tette. Ezt nem hiszem. Na mindegy, és persze, és Istenem. Akkor lejárt a mosógép, kérlek szépen, Évike teregeti ki a ruhát. Uh-huh. És hallod, a ruhák közt ott volt a hajam. Jaj, drága és jó Isten, hát ilyen lehetetlenségeket. Hát semmi, hát rászárítottam. Mindig olyanokat csinál, olyanokat. Produkál, hogy ez borzasztó. Persze, hát ezt már megszokhattuk tőle, hát mindegy. Meg, igen. Józsikám, mesélj már magadról, hát itt ülsz, mint egy szótlanul, csendben. Most vagyok, nem rékeltem. De ilyen nincsen, meló van. Tudom, tudom, hát veled nem bírni. Így lehet előre jutni, testvérem. Munka van. Hát hol a munka morál? Na, mi van? Mesélj. Kicsit meg vagy hízva, el kéne menni. Most fogytam. Gratulálok. Erre kell rádzeni. Tudod, hogy akarok kinézni? Itt régen a legelső kettő, meg a Bad Boys, tudod, volt a Bad Boys film. Meg az izén, úgy akarok kinézni, mint a Will Smith, úgy fogom kigyúrni magam a drága vállak, ilyen karom lesz minden. Az első részben nem is volt annyira kigyúrva. Akkor a másodikban nem mindegy. Még kell kötözködni. Amúgy hasonlítasz rá egy kicsit. Most látod, hogy nincs itt már zongorám, drága zongorám. Látom. De hogy vagy? Azért testvérem, mert fejlesztem a stúdiót. És veszek egy komoly punkszert. Ezt is jönni fog. De jó. Mikor veszed meg? Szerintem ma este megyek érte, és nem tudom, hogy otthon lesz-e az ember, aki eladja nekem, mert azt mondta, hogy este fele a hazaír, akkor rám csörögtod, és akkor már megyek is érte. Úgyhogy már nagyon várom, alig várom, meg legyen az új hangszer. Na, majd akkor csinálunk valamiket. Én veled semmit. Józsikám, mutatom, hogy miről lenne szó. Mutasd. Nem lesz nehéz dolgod, mert 4 darab akkordról van szó. Mint mindig. Úgyhogy minden slágerba. Először beteszem neked, kérlek szépen, amit én játszottam fel kíséretet, hogy halld. Ennyi. Megmutatom még egyszer, esetleg nem lett volna világos. Igen, kérlek. Rajta, mutasd. Húha. Azt is levetted? Persze. De szeretem a füledet. Átküldted. Átküldtem, mi? Ma hamutkor már átküldted. Figyelj, mehet egy próbafelvétel? Persze. Öcsém. Józsika azért jött ma át, mert az új slágeremet játsza föl és kíséri fel. Erről annyit kell tudni, hogy ezt körülbelül ilyen fél évvel ezelőtt írtam, és most forrott ki igazán a dal. Szerintem nagyon nagy sláger lesz. Egy kicsit felhúztam magam ezen, hát de mindegy, nem baj, rászárítottam, meg visszaragasztottam, de jó, hála jó Istennek nem történt semmi baj. Jól van, de láttam, hogy ugyanolyan természetes. Persze, nem történt baj. Hát majd legközelebb, majd nem tudom, mit csinálni. Persze, majd beleteszem a zsebembe. Még hát igen, le. Inkább. Vagy valami ilyesmi. Persze, el kell dugni. Nincsen semmi baj. Na és azért jöttem, apa, le. Na, mondja. Hogy vagy, apa, az oltás után? Jó vagyok, fölvettem az oltást, nem volt semmi probléma, a Pfizert kaptam, minden tökéletes igen. volt, megkaptam, semmi mellékhatása nem volt. Nem volt mellékhatása? Semmi. Semmi, hál' Istennek. Aha. Ahogy hazajöttem, megkaptam az injekciót szépen. Meg se érezte a szúrást. Meg se éreztem, kérdezte a... Andrea, nem érzel semmit, nem semmit. Mutasd az injekció helyét, még az sem. Semmi. Úgyhogy fölvettem, mert vigyázni kell nagyon ezzel a Covid-dal. Hát igen, nagyon hát, vigyázni hallok kell. Én is komoly történeteket. Bizony.
Én is regisztráltam már, hogy mondom, te is regisztráltál? Én is, igen, igen. Úgyhogy most majd várom a telefont. Héten belül te is várom a telefont megkapod. A körzeti doktornőtől, és akkor én is megyek. Változni, milyen stílusra van. Igen, igen, igen. Ezek jók amúgy. Nagyon jó. De ezt még anyának mondtam. Úgyhogy, mert még várni akartam ezzel a dologgal, tudod? Ja. Mit csináltok? Semmit. Semmit? Semmit. Mindig a telefon nyomkodjátok, hát nem állandóan. Hát egy tiszta jó idő van, miért nem mentek ki egy kicsit? Majd kimegyünk. Istenem, Szintia. Na, nem lehet beszélgetni? Hát dehogy nem. Lehet. Hát igen. A Sejem fiú írt már? Ó, igen, persze, hogy írt. Igen? Mit igen. írt? Hát ezt az egészet, amit ti leműveltetek, hogy milyen szégyenbe mi? Raktatok. Mi? Még ő van felháborodva, vagy mi? Hát persze, hát anya idehívatjátok így, aztán leugassátok a fejét is. Hát, ha most azt mondod, nem cinkes? Tíra, de, nagyon cinkes. Az volt a cinkes, inkább amit ti csináltatok. De, pont az. Az volt a cinkes, igen. Nem tudom, mit vártatok el amúgy, mit csináljunk? Szintén, tudod nagyon, hogy mi fér bele nálunk a te kapcsolataidba. Ezt nem tudtad elmagyarázni Tibikének? Azon vannak fellázadva, hogy megpusztítottak egymást. Ó, még puszít. Csókolóztak. Hát de most abban mi van? Meg Szinti felment egy ilyen kis miniszoknyába. De nem tudom, mi van abban. Jó, mindegy. Kimentem. Megyek ki, jó, jó időben. Oké, menjél is. Jó. Szellőztess ki a fejed. Istenem. Hálad most, ezt mesed már el jobban most, ez mi volt? Mi? Hát ti csókolóztatok most, ez komolyan. Na akkor repedd már el, légy szíves. Hagy hallgass. Megpróbálkozom vele. Köszönöm. Figyelj, bébi, elmondom, hogy nem az a fajta vagyok, akivel szórakozol. Látom, hogy mocskos a fejed, ne nézz hülyének, játszatod az agyadat, csak de nekem színészkedj. Rájöttem, hogy tévedtem, mikor a szemedben néztem, és azt hittem, hogy végre sajnos máshogy lett. Meg sem érdemezte engem, elmondom még egyszer, kalap, kabát, visszlát téved. Ez erős volt. Mi ura? Ez tényleg jó, homie. És ugye visszahozom, kérlek szépen. Ugye itt az utolsó sor, elmondom még egyszer kalapkabát. Amúgy ide csak egy dob kéne szerintem, miközben rappelsz. Dob? Viccen kívül, csak egy dob. Hát így is kevés, így sincs semmi. Semmi. Egy dob. Ide még ugye kéne, hogy te gitároz a papacake. Amit az elejére játszott, azt regjálsz le. Te simán tudod, tapadod le, mondhatod. Repeljen megint úgy, hogy játszod? Vagy? Nekem is eszembe jutott valami. Sikattognak. Hogy? Én már nagyjából összeraktam a zenei alapot, csak a kísérő hangszer hiányzott, ugye a Józsika, és nyilván itt nem is kell beszélnem, ránézek az öcsémre, és már tudja is, hogy mit kell játszani. Nekem lassan el kell indulnom sajnos, mert a Tibike vár a Mátyás téren, mert nem tudom, valamit nagyon el akar mondani. Ha van kedv, van dolgod? Hát most még egy órát ráérek amúgy. Ó, ez fél óra se lesz. Igen. Szerintem. Hát most gondolom a szokásos téma, mi van Szintivel, ez az, amaz, hogy biztos történt valami, aztán mindig nekem mondja el. Nagyon szerettem a bolondot. Jó fegyerek amúgy. Na jó, ezt meg majd ki kell próbálni, hogy átjössz, és sima akusztikus gitárral is meg kell próbálni. Jó. A helyzet, szám, ezer éve. Itt ezen ültél mi? Aha. Mert? Én nem ülök fel. Miért megfázol? Hát meg tudod. Na jó, mesélj. Kora reggel az embert kirángatod a izére. Mátyás tőle, cigány. Van mit mesélnem amúgy. Na, most a kíváncsi vagyok. Emlékszem, múltkor ástuk a kertet? Na. Volt róla a sztori, hogy átmegy szinték, ez minden. Igen, nagy, hogy beszopod a száját, ez az amaz. Figyeld azt, megyek át. Ülnek az asztalnál, Béla, Marika, Szinti, kanapéna ülnek. El szeretném vinni a lányotokat egy randevúra. Ja, ezt így mondtad nekik? Hát ez tudom, mert sztori volt, ott is kitértem rá, hogy el szeretném vinni a lányotokat egy randevúra, és lehet erről szó? És akkor hát az hogy lehet? Hát még Szintik a kislány. Még akkor, amikor én a Bélával ismerkedtem, Marika mondja, hát mi sem mehetünk kettesbe sehova, valaki mindig kísért minket. De azt mondja, de mondom, ennyire régi, mondtam is neki, hát mondom, már 2021-ben mondom ez így. De végére miben maradtak? Figyeld, azt mondják, jó van, menjetek. Lakókocsiba. Hova? Lakókocsiba.
Milyen lakókocsi? Az a lakó, nem látom. Ja, ami kinn náluk. Ami kinn áll náluk. A biztos ott randizott. Hajbi, hogy mi ott izégetünk, randizgatunk, hogy mi kam kettesbe leszünk. Régi cink. Figyeld. Én így le is gondolkoztam, mondom, most tuti néztek. Vagy szivatnak, tudod, vagy mondom, ez valamire kimegy. Mennyi mondom, hogy ilyen két percenként benyitogatta fogad? Nem, tesó, senki nem zavart minket, figyeld azt. Felmegyünk minden, érezhető volt, hogy kicsit zavarban van Szinti, meg minden. Itt, hogy táncoltunk is, hogy nem is tudom, cigány. Táncolt? Hát ilyen, nem tudom. Kejli. Táncos lábú vagy? Kejli, Istenem. Hát tudok azt is. A nőért mindent megtettél, táncoltál, bohoztottál. De várjál, tesó, a lényeget akarom mondani, hogy tök kellemetlen volt a helyzet. Leültünk, minden beszélgetünk, sztorizgatunk. De hogy kéne már azt a csókot elejtenem? Már azért mégiscsak kellene, illene már azért. Beszélgetünk, paf, lekaptam. Csak úgy? Paf, lekaptam még egyszer. Nyelvesen? Nem volt nyelvtéma, tesó. És milyen volt a száj? Ki volt száradva? Figyelj, szerintem be volt neki labellózva, szerintem. Igen. Ilyen kis cseresznyés labellós ízt vettem rajta észre, hogy van ott valami íz, de lehet, hogy epres volt, nem tudom, tesó. Miben vagy? Kóra, ja. Jó és most mi volt? Jó volt, nem volt rossz fiúk, de most hogy mondjam? Többre számítottam, tudod, első csomó. Már jó volt, most nem azt mondom, csak mit akartál? Órákig, ezért mi? Hülye vagy? Mi? Nem lehet órákig csókolom? Már így márolni. Nem, tesó. Szeretem az érzéseket és, adni, érted? És az apjaik? Na most jön a hideg zuhany, amikor egy vödörre leöntenek, tudod, nagy hideg vödör. Na. Rákérzett Tibike, hogy megcsókolhatlak. Hát, jaj, már nem áll, most ez komoly. Így magamban mondom, most ez komoly. Ez kellett, hát tényleg. Mondjuk ebből a Tibikéből sem néztem volna ki többet én. Hát én azt hittem, hogy azért, ha már erre volt, rákattam valabból, hogy most lecsókoljon, akkor miért így kellett, érted? Hát, jó, most nyilván ne, most még kijelentettek. Kijelentette, igen. Hát mondjuk én, nekem sose volt szimpatikus ez a Tibike gyerek sem, mondjuk én nem őt képzelném el mellé, de hát te tudod, figyelj. Eléggé furcsa volt. Megyek át, nagyon nagy bali van, anyádék akarnak velem beszélni, úristen mondom. Az ő anyáj? Ja. Na? Leültetnek az asztalra, szia Tibike, foglalj helyet. Dik mondom, ja. Fia flash. Opa. Gatya, mondom, ott nekem vége. A kapó, ne? Beszélgetünk, nem történt köztetek semmi? Nem, mondom, hát csak beszélgettünk, izéltünk, táncoltunk. Biztos nem történt semmi? Dik mondom. Na vágták, szóval. Ne várjál! Tudom, hogy néztek valamit. Túl egyszerű. Biztos, hogy nem történt? Nem csókolóztatok? Szinti, te se? Nem. Akkor figyelj, már mutatok valamit. Felcsapja a laptopot, cigány, le voltunk videózva. Be volt kamerázva? Be volt, nem az egész. Leültünk egy kanap, volt egy két kanap, és szembe volt velünk egy kamera, eldugva, úgyhogy észre sem vettem. Ezt tudod mi, ez a bejegyre ütő, Robert De Niro, igen. Tudod? Film. Ez az, de most várjál már, ott volt, viszonylag észrevehető kamera lehetett, mert gondolom nem ekkora volt. De rohadjak, meg nem vettem észre. Már. Most mindegy, ott volt teli belőtt, Tibika kamera, és nem vetted észre? De figyelj már, de most őszinte legyél velem. Te bemész valahova egy helyre, nővel vagy rá vagy koncentrálva. Te most azt fogod nézni, hogy felemelsz mindent, hogy jó, igazad van, igazad van. Ne üríts már meg Arthurka. De akkor is, hát telibe veled. Pont odaültél, ahol mellett szemben van a kamera. Ez is az jó. Volt kényelmes. Na, hát ott helyezte magát, kényelemben felkészült volt, a csókra. Test közelben voltam vele, tudod. De mindegy, tesóm, és úgy kiakadtak, mint hogyha ki tudja, mit csináltam volna. Mindegy, srácok, arra jutottam, szakítanom kell vele. Ezért? Nem csak ez miatt, igazából, hanem az egész... Hallod, fél évig, vagy nem tudom, már hónapok óta ezen szórakozol, hogy történjen egy csó. De cigány, de most megszakítani akarsz? De nem is... Igen, tesó, most igen. Mi az, most mi ennek az... Az végett is, mert ennyire fogják a szülei. Én nem fogok egy évet vagy x időt várni azért, hogy én a lányjal kettesbe tudjak lenni, mert valamiért sose tudok vele úgy lenni, hogy... Ez is most mi volt? Cigány bekameráznak. Hát nem tudok vele elmenni kettesbe sehova. A házból nem mehet ki a lány. Na de egy kis időt beletölteni, hogyha többet várnál, mert ugye szeretnék, hogy udvaroljál, mert ezek ilyen felfogásban udvarolja a lányomnak. Na igen. Ők ebbe a flashban. De testvérem 22 éves vagyok, nem fogok én most egy évig udvarolni egy lánynak. Nekem olyan nő kell, aki egy életek kapcsolathoz, és nem kell az, hogy család, nem, itt arról van szó, Tibike, hogy nem tetszik annyira, meg nem kell annyira a nő, hogy te kivárd az időt. Az meg a másik, tesóm. Hát akkor kapcsolat, ez a kapcsolat nem vannak. Hát de, tesóm, adtam neki egy esélyt, érted? Gondoltam, hogy ebből lehet valami, mert ő is úgy érzett, meg valamit én is éreztem, hogy hát, ha ez összejöhet. De ha nem, akkor mit kell erőltetni? Tibike, hányszor kapáltuk a cigánygyereknek, a barátodnak a kertjét? Sokszor.
Vagy kétszer-háromszor biztos. Na? Ez alatt mi kétszer-háromszor megbeszéltük, hogy te majd most oda teszed magad, te most izé, májár leszel és csók, meg izé. Most meg szakítani akarsz. Kitől kaptad? Hát még a jó múltkorában muzsikáltam. Egy ilyen szíved, hogy szeretlek felirattal? Hát most... Aj, Szinti, amúgy nagyon gondolkozok már. Nyomja a szívemet egy dolog egy jó ideje igazából. Micsoda? Nem tudom, hogy tálaljam neked ezt, nem tudom, basszus. Ugye nem akarsz szakítani? Állítólag még a Tibike van megsértődve, hogy mi volt ez az egész. Meg, hogy mi a kis kukacára van megsértődve? Még jó, hogy nem ő parancsolgat nekünk, hogy mi mit csináljunk, hogy csináljuk. Rózsaszín zakóba, lakcipőbe. Van, akinek szerenádra készülsz, végig, vagy mi? Végig tudnál hallgatni engem.